Kedves nézőink, tudják, hogy mi mindig körülnézünk a nagyvilágban, és legyen szó az egészségünkről, a háztartásunkról, az irodánkról, az életünkről, keressük az újdonságokat, amik megkönnyíthetik a mindennapjainkat. Hát most így bukkantunk rá egy rendkívül korszerű fűtés technikára, és természetesen meghívtuk azt az urat, aki mindezt el tudja nekünk magyarázni, hogy mi is ez, sőt, magában a kivitelezésben is segíteni tud nekünk, Eredeti szakmájára nézve, fizikus, nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Krudinák Ádámot, üdvözlöm. Kezét csokkolom és üdvözlöm a nézőket. Én nagyon-nagyon örülök, hogy jön, hiszen az újdonságokra mi átlag emberek tulajdonképpen így rábámulunk, Értjük, nem értjük, ha jó, elkezdjük használni, de igazán nem tudjuk, hogy mi van a háttérben. Önről azt mondtam, hogy fizikus. Tulajdonképpen akkor, mikor ezt kezdtem, mi, mi volt az, amiért azt mondta, hogy engem a természet törvényei érdekelnek? Hát egész kiskorom óta érdeklődöm a természettudományok iránt, és már általános iskolától kezdve készültem valami matematikai vagy fizikai szakmára, és hát végül is így kikötöttem a fizikusságnál. Hát, szilárd testfizikáka volt a diplomamunkám tárgya, aztán utána elhelyezkedtem Mikler Elektronika vállalatnál, fejlesztőmérnök voltam, aztán ugye leégett a gyár, még amikor a rendszerváltás előtt. És akkor ö, átnyergeltem a számítástechnikára, és mm. végül is most a, ez a fűtési módszert, ezt én kb. 10-11 évvel ezelőtt találtam egy külföldi ö, honlapon, és hát. megtetszett. rögtön tetszett, megérezte, hogy ez igen? Igen, én nekem ö, építkeztem, egy a házat építettem, és pont ilyen fűtési problémák voltak, ott, ahol építkezem, kezdtem, nincsen gáz, tehát mindenképpen valami elektromos megoldásra kellett Megoldást vál... találni. Váltanom, így van. És hát így jött ez. De ez annak idején ez a csak a padlóba épített film, fütőfilm volt, amit propagáltak. És hát ebből e, csináltam ilyen mini padlófűtést, uh -huh. ami e, ugye az édesanyám, meg a feleségemnek is fázós a lába, csak hogy számítógépnél ülnek. E, hát, Adva voltak a feladatok, és igen, megoldást igen, kellett és akkor, rá találni. Igen, és akkor olyan jól sikerült, hogy, hogy aztán elkezdtem gyártani. Ezek közül akkor csináltam ólfűtést, kutyaólba, vagy a fürdőszobai kilépőnek fűtést, és csináltam fali menyezeti fűtőpaneleket, és hát most ezeket gyártjuk és áruljuk, hát most éppen bővítjük a műhelyt, mert már nem, már kinőttük. És hát... A neve infrafilmfűtés, és hát ez bizony nekünk nem sokat mond, mm. úgyhogy szeretnénk megtudni, hogy mi ebben az infra, mi az, hogy film, és mindez, hogy fűt. Hát igen, itt uh, igazából a helyzet az, hogy, hogy minden, ami, ami meleg, az kibocsát infravörös hullámokat. Hogynát, ezzel és... még gyógyítanak is, amikor csak így egy van. ilyen lámpa van. Ez a film tulajdonképpen, mivel, hogy egy teljesen vékony grafit réteg az, ami a hőt Sugározza ezért szinte csak kizárólagosan infrahullámokat bocsájt ki. Ugye, mert háromféle lehetősége van a hőnek a terjedésre, ez a hőhullám, akkor a, a hőcserélődés, és a, a konvenciós, tehát a, a, ami a, például a levegő mozgásával terjed. De viszont ebben, ebben a technológiában kimondottan csak infrahullámok keletkeznek. Ezt természetesen ezt burkolni kell, tehát mondjuk például a padlóba beleépítünk egy ilyen infrafilmet, és rákapcsoljuk az áramot, az elkezd sugározni. A parkett természetesen egy részét elnyeli, de tulajdonképpen a nagy része távozik a, a levegőbe. Uh -huh. És ö, ennek az infrahullámnak a tulajdonsága, hogy főleg a testeket melegíti. Tehát nem a levegőt melegíti, hanem a környező testeket, tehát falakat, butorokat, meg a. Vagy embert, ha az ember kerül a... Igen, tehát itt pontosan ez a jó, hogy, uh -huh. hogy a hőérzet is sokkal kellemesebb, mert mert a levegő lehet hideg, tehát úgy, mint a nap. nap Uh -huh. sugárzásnál, ugye? Tehát lehet, hogy hideg van, de mégis, amikor a testünket éri a, a, a hő, akkor a testünk nagyon meleg lesz. Viszont de érdekes, a környezet... ez tényleg így igen. van, hogy még összel is melegünk van, ha ránk süt a nap. Így van, így van. Tehát ezt használja ki a, a dolog. Na most, a, a, amit tetszett említeni, hogy ugye helyileg lehet fűteni. Hát igen, mert hogyha például berakunk egy ilyen padlófűtést az egyik helységbe, Abba a helységbe külön tehetünk egy termosztátot, ami csak azt a helységnek a hőmérsékletét, illetve a padló hőmérsékletet méri, és ezáltal ugye sokkal jobban tudjuk vezérelni. Tehát például a hálószobát nem fűtjük egész nap, csak mondjuk 15 fokra levisszük, és amikor megyünk aludni, ha igényeljük a melegebbet, akkor föl kell tekerni, fél órán belül meleg, van Aha. a szobában. Tehát ez, ez energiatakarékos is ilyen szempontból is, meg. meg tehát ez, hogy sokkal, sokkal rugalmasabban lehet vezérelni. Még most függ? Így van. Így mit van. szeretnék. Így van. És hát ezek a termosztátok már olyanok, amik. Ö, ö, Amik beállíthatók akár előre egy hétre. Jó, hogy programozható. programozható. Is. Ó, és hát akkor, ami Leállítjuk, mondjuk elmegyünk otthonról egy hétvégére. hétre, vagy egy hétvégére, és akkor beállítjuk, hogy amire hát. hazaérek, addigra meleg legyen. Ez tulajdonképpen még környezetvédelem is, hiszen fölöslegesen nem fűtünk, nem Igen. pazaroljuk az energiát, Igen. és hát a pénztárcánknak meg biztos, hogy nem mindegy. Na most akkor hogy nagyjából megértettük, tehát akkor van egy vékony réteg, aminek Igen. valamilyen ruhát kell adni. Igen. Hozott is nekünk kettőt mutatná, hogy tulajdonképpen Igen. mit nevezünk mi ruhának. Most arról beszélgetünk, amikor ugye nem a padló alatt van, hanem ennek van még egy még inkább helyi megoldása Igen, is. Igen, hát ez egy mobilis dolgok, tehát amikor valahova kimondottan ahol nincs olyan jó fűtés. És általában a padló ö, szint környékén rosszabb a hűtés, tehát mindenkinek a lába fázik. És ott, ahol nem lehet ezt megoldani, hogy a padlóba beleépítsük ezt a filmet, oda fogják például ö, rendeltek már, ö, ö, presszóba, kiszolgáló pult mögé, uh -huh. például, vagy, vagy üzlethelységekbe, amikor Esetleg raktárba, raktárosnak. Igen, ahol ott egy helyben vagy vagy kicsit szűkebb helyen járkál valaki, akkor ez kimondottan alkalmas, el, elbírja a, a, az ember súlyát is. Ja, hogy akár rá is lehet rá, állni, rá tehát lehet, állni, lehet úgy is, igen. vagy akár mondjuk egy pult mögé hosszában. Igen, igen. Ennyire még egyébként én is emlékszem a fizika óráról, hogy a meleg mindig fölfele száll, tehát egy normál fűtésnél a lakásban alul a leghidegebb igen, a igen, levegő. Igen, És hát ez mondjuk kimondottan, ez a fajta, ez kimondottan ilyen ólfűtésre szolgált. Ól. Ól, ól. Tehát kutya olba beleteszik, és akkor ugye van benne egy... Hőkapcsoló, hő ami nem engedi, hogy magas hőmérsékletre menjen? Hát, hogy magasabb legyen, mint amit a igen, kutya igen, elbírna. De ott azt is lehet, már volt olyan, hogy valaki termosztátta, szabályozta az uh -huh. ól hőmérsékletét. De hogy és... ez milyen rendes dolog, hogy ha már nem engedjük be a kutyuli mutyulit hogy velünk aludjon, akkor legalább az ő háza is legyen meleg. <laughs> hát igen, igen. És hát itt a másik, igen. <laughs> ez, meg, ez meg kimondottan lábmelegítő. Ezt de gyár... szép tényleg olyan mint egy kellemes padló. ez az egy, egy ezt azt is mondom hogy egy, és mi egy mini padlófűtés tulajdonképpen <laughs> és ezt gyártjuk egyébként padlószőnyeg borítással is uh -huh. Tehát, de hogy és akkor ezt vízszintesen tesszük a... természetesen így mondjuk a a, leteszi, a leteszi földre, az ember a földre, és simán rátesszük a lábunkat. Igen, és akkor lehet szám tehát asztal alá tenni, és akkor közben számítógéppel dolgozni, jó, vagy, vagy, vagy akár uh, tévét nézni, Aha. és akkor el, a uh, fotel elé lerakni, és akkor... Ez... Ez aztán egy nagyon jó dolog. Nem tudom önök, hogy vannak vele, de ugye tényleg nagyon sokat ülünk otthon, télen, vagy pláne, akinek a mozgás is nehezebb, és hol fázunk leghamarabb? A lábunknál. És aztán kellemesen alá tesszük, szinte nem is látszik, melegít maga a testünket, Na már csak azt hiányozna, hogy még gyógyítson is. Hát azt mondják, hogy az ez infra. az infrafűtés, vagyis ez az infra sugárzás infrasugárzás kellemes élettani hatása mm. van. szóval Hát talán... ez nagyon tetszik. Tulajdonképpen, ha valaki azt mondja, hogy nekem most van egy kék hatású nappalim, ilyen-olyan függönyökkel, akkor ön meg tud hozzá tervezni színben egy megfelelő lábmelegítőt, vagy a háthoz egy... Hát nem vagyok egy... Vagy ha visznek mondjuk anyagot, hogy én ezzel azt szeretném. Azt meg tudom, igen, igen. Tehát általában megrendeléssel dolgozunk, tehát az azt jelenti, hogy, hogy készárú, csak ezek a standardek vannak Mint nagyjából. Bemutató anyag. De, de ha valaki méretre, vagy színbe, vagy valami, vannak ilyenek egyébként, aki kimondottan más méretet, más borítást akar, akkor hozott anyagból is meg tudjuk uh -huh. ezt csinálni. És mi mindennel lehet, mert azt most már látjuk, hogy van ez a parkett-forma, mondta, hogy padlószőnyeg, sima Igen. brokát, vagy ilyesmi, is, vagy azért kell erre egy olyan. Attól függ, például falra is van. tehetjük. Igen, olyan gyártunk fali ö, melegítőt, ö, ez, ezek ö, nagy, nagyobb hőmérséklettel működnek, mint a. a a lábmelegítő, meg ami, ami érintkezik az ember testével, ezek át maximum 40 fokosak, de 40 foknál kapcsol ki a, a hőkapcsolója, de aztán visszamegy 30, tehát ha 35 fok körül, tehát pont a testőmérsékletre működik uh -huh. ezek, a fali menyezeti fali az pedig 80 fokon. Mert, Tehát, ugye, ha hát ki mondjuk a háta, vagy egy bizonyos irányból szeretne, így akkor van, az, az, ez az is nagyon megoldható. jó. Így van, hát ilyet szoktak is. Esetleg úgy fölrögzíteni, hogy, hogy srélen mondjuk uh -huh. az ember hátára sugározzon. Hát ez nagyon-nagyon jó. Azt is dolog. lehet termosztáttal szabályozni. Hát ezek ezek mind tulajdonképpen ilyen, ilyen fali melegítőket árulnak Magyarországon, de általában importból És, hát és biztos, szal... hogy. Nagyon Egyszerűbb drága. és megfizethetőbb, hogyha Azok. itthon találunk rá kivitelezőt. Én megpróbáltam egyébként direkt ö, olyan anyagokból megcsinálni mind a minden típust, ami, ami a lehető legkedvezőbb, tehát anyagilag, hogy, uh -huh. hogy mindenki számára elérhető hát, legyen. Hát hiszen és... nyilván itt sok nyugdíjas örülne az ilyesminek, akinek Igen, tudjuk, hát, hogy nem biztos, hogy olyan vastag a pénztárcája. Pénzt annak érdeklődők. Különböző korosztályból persze. Hát új, új házakat építenek, és, és akkor ilyen padlófűtést teszünk Már bele. Már eleve úgy tervezik igen, a igen, házat, Én, hogy én megtervezem, hogy, uh -huh. hogy menj, mekkora áramfogyasztást kell, milyen hol legyenek a termosztátok, hova tegyük a filmet. Ugye, Tehát mert... egy teljes tervezés és kivitelezés. E, igen, a fűtésre. Na most a, a lényeg az egyébként, és ezért is jó a, ezeknek a fiatal e, embereknek, akik há, új házat építenek, mert a képítési költsége rendkívül olcsó. Tehát ugye itt e, nem kell e, kémény, nem kell csövezet, nem kell kazán, nem kell... E, nem kell a, ráadásul a, nem, nincs közvetítő közeg, mint hogy egy ilyen csöves uh -huh. Nincs veszteség. És ennek e, tapasztalatok szerint egy, egy 100 négyzetméteres új építésű lakásnak a teljes fűtési rendszerét, ami azt jelenti, hogy minden helységben külön termosztát vezérli a fűtést, és padlóba van. ez, ez nem éri el az 500 ezer forintot. Hát ez, tényleg ez egy nagyon jó. jó. Tudják ezt azok, akik éppen építkezésben vannak. Ugye. Hát én nagyon-nagyon köszönöm Ádám, hogy eljött és egy kicsit megértettük ennek az újfajta fűtésnek a miben létét. Én azt mondom, hogy aki többet szeretne tudni, az látta a képernyőn a Facebook oldalt, tehát ott is érdemes barangolni, és ha lehet, ne fázunk, hiszen. Milyen jó otthon lenni, és amikor körülvesz minket az otthon melege.